Sziasztok, a nevem Jerikó, ez pedig egy újabb World of Tanks konzol stand bemutató. A mai kiszemelt áldozat nem más, mint egy Tier 7-es amerikai Premium Tank Destroyer, vagy TD, az M56 Scorpion. A pálya Hidden Village, ez egy csőpálya, annyira nem szeretem, mivel szemtől szembe kerülünk az ellenséggel. Nehezítésképpen Tier 7-esként megkaptuk a Tier 9-es ellenfeleket, ami nem könnyíti meg a dolgunkat, főleg az, hogy egy csőpályán vagyunk, kettő-két Tier-en magasabbak ellen küzdünk, három, semmilyen armorunk nincs, itt szó szerint nulla, tehát zéró az armor értékünk. Szokás szerint a csata végén be fogom illeszteni, milyen skilleket, felszerelést használok a TD-re. Én ezt láttam jónak, szerelgettem egy ideig, ugye eléggé régóta megvan ez a TD, és nem használtam. Most viszont nem véletlen esett rá a választásom, pontosan azért, mert kedden, azaz 9-én jön az új szezon, és az egyik nyeremény tank, ez az M56 Scorpio lesz. Így úgy döntöttem, hogy hát elejét veszem, és készítek róla anyagot, kipróbálom, úgyhogy szombat estén nagy része azzal ment el, hogy ezzel játszottam. Kellemes csalódás volt, nagyon meglepett a TD, a játszhatósága, régebben annyira nem ugrottam érte, most kifejezetten oda vagyok, úgyhogy szerintem egy nagyon jó ajándék lesz, de lássunk pár érdekes adatot. Alaplőszerünk AP, premium lőszerünk Heat, hát én a Heatre szavaztam, abból tettem be többet, ennek van nagyobb átütés és elég jó a szál az AP-hez képest, viszont mivel TD-k vagyunk, általában messziről lődözünk. A hitnek a hátránya, hogy ugye a tereptárgyak felfogják, úgyhogy például itt is jobb oldalt a város felé sok a kerítés, ha esetleg ott megy el valaki és meglövöd, a kerítés fel fogja fogni a lövés, tehát az AP a sokkal jobb volna, viszont értékügyileg nem, ezért a hitre szavaztam, de én nem bántam meg, tehát így a tapasztalataim alapján a hitet nagyon jól lehet használni. Míg az AP-nk, tehát az alaplőszerünknek a lőszersebessége 914 méter per szek, tehát az ezres sem éri el, addig ugye a hitünké, a prémium lőszerünké 1219 méter per szekkel száll, tehát mint említettem, ez gyorsabb is. Az AP-nknak az átütése 219 mm, míg a hitünké 275, és hát azért most is 9-esek ellen játszunk, tehát két TR-rel magasabban kell az átütés is, és mivel TD-k vagy messziről dolgozunk el, a lőszersebesség is, de mint mondtam, a hitet azért felfogják a tereptárgyak, tehát olyankor érdemes vele rálőni valakire, amikor nincs takarásban, vagy nem halad el semmi olyan mellett, ami fel tudja fogni a lövést. Az M56 Scorpio mobilitása 45 km, ez eléggé karcsúnak tűnik, főleg, hogy ilyen aprók vagyunk, főleg, hogy nincs armorunk, ettől függetlenül még se vagyunk gyorsak, pontosan azért, mert gyenge a motor, ettől függetlenül én az est elején motorolajat is használtam hozzá, hogy gyorsabban forogjon a torony, meg nyerjek egy kis speedet, plusz még a felszerelésekhez is plusz speedet tettem, hogy gyorsabb legyek. Hát elég kellemes mobilitást értem el vele, viszont itt előjöttek olyan betegségei, amik egyébként nem szabadna. Itt értem azt, hogy a motorolaj helyett kivettem az első segélyt, innentől kezdve elkezdték az embereimet lőni benne, ugye a töltősemet így 14-15 másodperces töltésidővel nem tudtam kihasználni, hogy Prohorovkán vagyok, tehát a motorolajtól megváltam, visszatettem az első segélyt, innentől kezdve nagy első segély, nagy javító és egy pótellátmány biztosítja azt, hogy a legénységeim jól tudjanak működni. Az S további részében megváltam a plusz speed felszereléstől, innentől kezdve egy tápcső, egy játszóháló és egy töltésgyorsító áll a rendelkezésemre, így lett úgymond tökéletesen használható a TD-m, legalábbis számomra. 350 méter alaplátótávon van, mindenféleképpen rá kell dolgozni skillekkel is, nem csak felszereléssel, mivel ez egy TD-nek eléggé karcsú, és ugye mivel TD-k vagyunk, minél messzebbről tudunk dolgozni, annál nagyobb az életbiztosításunk, mert nem fognak meglátni és meglőni. 240-es alfával büntetünk, hát ebből ha 226-at odaad, akkor nagyon jók vagyunk, 820 HP-ára a rendelkezésünkre, ez nem sok saját tierben se, ugye már a 8-osok is két lövéssel simán kikapnak, ha főleg ha ilyen nehéz tank vagy TD-k kapnak el, viszont 9-esben meg egyenesen kriminális, úgyhogy nagyon óvatosan kell, mert semmilyen armorunk nincs, tehát ezzel pattintani nem fogunk senkit.
Ágyunk pontossága 100 méteren 0,33, ugye 100%-os legénységre értendő, ez az érték brutálisan jó, nagyon pontos az ágyunk, 1,9-es szűkülést ír, szerintem nincs annyi, egy 2,3-as alapszűkülésünk van, viszont a jó hír, hogy akár fél szűkülésből is elengedheted a lövést, meg így kicsit menet közben, úgyhogy szerintem az ágyúval semmi baj nincs. Amit még kifelejtettem mondani, hogy bár az igaz, hogy forgótornyosak vagyunk, viszont nem forog körbe, nagyon kicsi az oldalra kitéríthetősége a tornyunknak, tehát ezzel vagy testen rá segítesz, vagy pedig nem fogsz oldalra fordulni. Egy szónak is száz a vége, ez egy rendkívül jó ajándék, aki még nem játszott vele, nagyon élvezni fogja, aki annak idején játszott vele a régi verzióban, most egy teljesen más TD-t kapott, szerintem iszonyat életképes, nagyon fun vele játszani, egyszerűen játék örömet okoz, nagyon jó használható minden terepen, minden körülmények között. Itt azért kitérnék arra, hogy csak próbálják belőni, balanszolni a plusz egy, mínusz egyes MM-et, tehát matchmakinget, és ez iszonyatosan jót tesz a játéknak, rugalmassá teszi. Nagyon élvezhető, én tegnap is letoltam 60 csatát éjszaka, és azt mondom, hogy brutálisan jól lehet játszani. Ez nagyon kellett a játéknak, ez a vérfrissítés, és ha besikerül nekik normálisan lőni, innentől kezdve egy nagyon élvezhető játékot fognak kapni, vagy kiadni a kezükből, és azért nekünk sem mindegy, hogy egy tier 8-as stock tankkal nekiállunk szenvedni, és állandóan bevág 10-esbe, ugye a top tankokra, hát onnantól kezdve messzeltek, semmi esélyünk nincs, viszont ha stokkos 8-as tanka állandóan bekapjuk így a 8-as, meg nagy ritkán a 9-es, mint ahogy most ez a második hétvége, hát iszonyatosan jól lehet haladni, és nem beszél az ember életkedvét, mert van esélyed akár egy rosszabb értékű tankkal is, mert nem az van, hogy a legelső pillanatban kicsapnak a smerc a garázsba, úgyhogy le a kalappal, ez egy nagyon jó út, amit kijelöltek maguknak, hát remélem, hogy sikerül jól belőni és végigvinni, innentől kezdve szerintem akkor egy brutálisan jó tankos játék lesz ebből. Úgyhogy a kis TD-nk nagyon jól játszható, nagyon élvezhető, főleg ezzel az MM-mel. Hát kivéve itt a TD, hát ez egy 9-es torta, nem kellene vele összeveszni, mivel nem vagyunk egy súlycsoportban, főleg, hogy én egy alumínium konzerves doboz vagyok hozzá képes, gyorsan el is tolom a biciklét, megpróbálok ide behúzódni és imádkozni. Hát sajnos olyan sok imát nem tudok, úgyhogy sokáig nem fogok itt maradni. Tehát a TD-nk iszonyatosan jól játszható, nagyon kellemes meglepetés volt. Én annak idején a régi verzióban játszottam vele, hát ott nem dobtam egy hátas tőle, meg így megláttam, hogy bent van szezonba, vagy bekerül szezonba, annyira nem hozott lázba, viszont így, hogy játszottam vele egész este, azt mondom, hogy brutális ajándék, iszonyatosan fun. Jó, itt kinézzünk, hát itt van egy csúnya TD is, meg ott az arti, egy chipses fiú, hát a chipses fiúnak beakadt a szeme, viszont ez a Dreadnought nem nagyon bír magával, viszont egy hitel, mint a szél, tehát ha ő meglő, akkor ott becsengettek. Hát hátulról kaptam, a jó Isten áldja meg, valaki meglőtte a faromat, nem tudok mit csinálni, ha itt maradok, megint a Dreadnought betölt, ott megint így leszalad, akkor biztos, hogy arcon vág, így visszapróbálunk rohanni, hát ez így nem egészséges. Itt legalább itt az ima központ, itt tudok imádkozni, de nem is itt voltam. Ez egy jó biztos pozíciónak tűnik, főleg a fentről rám esnek. Na mindegy, hát eddig még jól állunk, vagy rosszul, teljesen mindegy. Hát ha HP-t nézem, akkor eléggé vérszegények vagyunk, meg hát armor ügyileg is nem valószínű, hogy le fogom ramolni a tortát, de ettől függetlenül nagyon berágtam rá, hogy itt szotyizik kint, megpróbálunk ráesni, vagy jó körbe forogjuk. Lényegtelen, hogy nem forog körbe a tornyom, ettől függetlenül kihozzuk belőle. Jó, oldalt kapott egy kis lövést, Jézus Mária is, még ráadásul ugye buffolva is lett, és elég gyorsan forog, hát itt tologat rendesen, ettől függetlenül egy kicsit mobilisabbak vagyunk, nem nagyon, de az pont elég ahhoz, hogy meg tudjam ékelni. Hát visszaküldtük a garázsba, ugye ez a David és Góliát csatája volt, ha egymás mellé tesszük a két TD-t, ettől függetlenül lenyomtuk az öreget. Ott van egy AMX, méghozzá táras, annyira nem vicces. Hát maradtam én meg az arti. Az enemy-nél maradt egy táras.
maradt egy Dreadnought, ugye, ami egy hitelhet, plusz ugye a chipses fiú. Hát itt harangoztak körülbelül, itt már el lehetne temetni ezt a csatát, mert ez, tehát az én artim onnan sarokból, hát nem tudom, mit tud hozzátenni a csatához. Várok egy kicsit, megpróbálok lenyugodni. Egyet sikerült még belecsípni. Hát ez odáig oké, hogy hát nem sok HP van benne, de mint tudjuk, hogy akár annyi HP-val is le lehet hozni egy csatát. Hát az Artink az mellé lőtt, Béla 2 nem talált. Jön a Dreadnought automata. Dreadnought kint, a garázsba. Na innentől ugye van egy arta. Meg a táras. Hát egy lövéssel a táras nem fog kiszedni az arta, az kibírszedni, az itt volt, az is itt a kanyarba. Ettől függetlenül úgy döntök, várok, hogy ez mindig megnyugtat a várás. Elindulok vissza, és ott majd felmegyek, és akkor jó körbe megyek a bázisuk felé. Akkor mit ad Isten, mit látnak szemeim? Hát itt a chipses. Gyors kivágtam a garázsba. És iszkolunk, mert ugye ég a lámpánk, az a táras ki tudja hol van, lehet, hogy épp rám lát, és akkor majd jól elkezd lődözni, ettől függetlenül iszkolunk. Érdekes módon itt kiújult a mobilitása, amikor menekülni kell, akkor eléggé fel tud pörögni, egyébként nagyon ilyen nyugdíjasra veszi a tempót ilyen járókeretesre, de szerencsére, amikor pánikolni kell, akkor felpörögnek a motorok, az a bizonyos nem létező motor. Mint mondom, én régen játszottam vele, de nem volt a kedvencem, sőt, inkább csak ilyen megtűrt személy volt a garázsban, most hogy elővettem, Jézus. Van 5 fregem, 9-es tierbe azért odapakoltunk 4300 fölötti sebzést, ami azt mondom, hogy ilyen 220-assával csipegetve, és hát a töltési időnk is elég kicsit hosszadalmasabb, tehát nem az a megymag köpködősek vagyunk. Ahhoz képest szerintem oda tette magát, meg mint mondtam, hát 60 csatát letoltam éjszaka, iszonyat, jó, nem csak ezzel mentem, mert kitermeltem egy hónapra való videóanyagot, úgyhogy jó vagyok a szeren, de ezzel nagyon sokat sikerült menni, és iszonyatosan tetszik. Hát azt mondom, hogy ez egy nagyon-nagyon kellemes ajándék lesz a szezonban, hát lesz még ott egy pár tang, de főleg ilyen CV-sek, ami engem annyira nem érint. Nos, hát itt totózom. Vagy a bázisához húzódott vissza, én azt tettem volna a helyébe, a bázishoz behúzódni, egész oda az A1-es sarokba. Miért? Mert nem tudják csak szemből meglepni, és akkor így van esélye, hogy hát egy lövésből nem tud kiszedni, de ettől függetlenül lehet, hogy épp kigyújtanak, tehát olyan is volt ma, hogy ugye kigyújtottak, szemből kaptam egy lövést, de mivel zero armorom van, így simán ki tudnak gyújtani. Na mindegy, nem arra voksoltam, hogy van benne annyi logika, hogy beáll az A1-be, hogy csak szemből kapja az ellenfelet, hanem én arra tippeltem, hogy itt valahol megállt és lángosozik. Megpróbáljuk felderíteni, szépen óvatosan, ugye a ravaszon az ujjunk, hogy ne érjen meglepetés, és hát ott bujócskázik. Kiküldtük a garázsba, nézze meg, hogy mi történt. 6 frag, tehát 6 killen van, meg van a Top Gun, brutálisan jól játszható, 4450 sebzés, én azt mondom, hogy egy ilyen kis megymag köpködővel, tier 7-esként, zero armorral, kis sebzéssel, brutális érték, kicsit minuszoltunk, de nem számít, 332, azt hisz, mint mondtam, brutálisan jól játszható, iszonyat van vele, ha jó felszereled álcára mindenre, a jó Istenem fogja felhúzni, Halonen medál, Mastery, Fire for Effect, Zúzó, Top Gun, és én annak idején nem sokat játszottam vele, most este meglett az első Gunmark is rá, hát oda tettük 9-esbe, úgyhogy nagyon élvezni fogjátok, ha össze sikerül vele csiszolódni, mert szerintem iszonyatosan jó játékélményt ad. Hát lássuk a felszereléseket és a skilleket. Tehát M
56 Scorpio Tier 7-es amerikai Premium TD vagy Tank Destroyer. Ugye ezt a videót ti hétfőn fogjátok látni, így kedden, tehát akkor mondhatom, hogy holnap, ugye jön az új szezon, ott van távcső, töltésgyorsító, álcaháló, mindenből nagyot használok, itt vannak a skillek, ő volt az M56, én Jeriko, sziasztok!